mai részben a fűkasza indítását szeretném bemutatni egyszerűen. Eltöltjük üzemanyaggal a fűkaszát. Most jöttem a benzinkútról. Érdemes feltöltés előtt egy-két rázást a kannába, hogy elkövelegyen az olaja. És akkor szépen feltöltjük. Rácsavarjuk. És akkor ne ott indítsuk be, ahol öntöttük a benzint, hanem egy kicsit arrébb. Ugye van egy üzemi hőmérséklet a fűkaszának, mikor dolgozunk vele, mikor elővesszük a helyből, akkor ugye úgy mondjuk, hogy hidegindítás, azt jelenti, hogy startállásba kapcsoljuk a kapcsolót. Van egy trimmer pumpa rajta, ezt megnyomjuk. 6-7-szer meg lehet nyomkodni, mert most teljes üres volt a üzemanyagrendszer, most többet nyomtam, de amúgy 6-7-szer elég a nagy általában véve. Elég csak elfordítani a karburátoron a szivatót, és akkor kihúzzuk ellenállásig a berántót. Ugye leállíthatjuk úgy is a gépet, hogy ezt elfordítjuk. Így is le lehet állítani, tehát akkor így van, ebben az állásban van, ugye normál állásban. Yeah.